Székesfehérvárra kora este nagy villámlások és dörgések közepette érkezett meg a tomboló vihar. Fákat tépázott meg, és lakóépületek tetőszerkezetét, kéményeit is megrongálta a heves esőzés. A városban több helyen okozott károkat a vihar, a Sárkeresztesi úton lakóház falának dőlt egy fa, a Börgöndi úton egy faág szakadt az útra, a Mikszáth Kálmán utcában villanyvezetékre faág hasadt. A viharkárok felszámolását már a korai órákban megkezdték a szakemberek. Igazából a víz nagy károkat nem okozott Fehérváron, az árkaink jól karban tartottak, a vizet elvitték, ami több bejelentést és problémát okozott, ez inkább az ebben együtt jött erőteljesebb szél volt. Sok helyen volt faleszakadás, faágleszakadás, ágleszakadás, fakidőlés, ezeket hárítottuk. A csütörtök esti vihar az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójára is lecsapott. Több mint 7000 ember volt a rendezvényen, amikor erős széllel megérkezett a felhőszakadás. A katasztrófa védelem és a rendőrség segítségével úrrá lettek a helyzeten. Rengeteg sár, hatalmas pocsolyák és összedőlt sátrak. Így néz ki a vihar után az EFOT. A leginkább azt tapasztaltuk, hogy a 20 mm lehullott csapadékból a sátrak között néhány helyen felgyülemlett a csapadékvíz. Ezeket szivattyúkkal eltávolítottuk, illetve ahol szükség volt rá, ott a sátrazókat egy másik helyre költöztettük át. A fesztivál szervezői szerint a vihar nem okozott jelentős károkat, sérülés sem történt, akkor a délelőtti órákra végeztek a helyreállítással. Pánik hangulat szerencsére nem alakult ki. A résztvevő több ezer fiatal nyugodtan fogadta a helyzetet. Bebújtunk így a sátor alá, de azt is így elfújta a szél. Tehát jól szétáztunk. Igazából mi a Rauk sátorban voltunk, és ott ugye addig bulisztunk, amíg elállt a vihar. A vihar sokaknak tartogatott kellemetlen meglepetéseket. Az esti vihar az EFOT résztvevői szerint a legnagyobb problémát a szálláshelyen okozta. A sátrak között felgyűlt a víz, és többeknek elázott az összes holmia. Vannak, akik emiatt korábban kénytelenek visszautazni a találkozóról. Reggel úgy keltem fel, hogy a tisztán rá voltam ázva, mert így a tócsába feküdtem, gyakorlatilag sátrunk az. A legtöbben azonban önfeledten készülnek a folytatásra és a további programokra, egy újabb vihar esetén pedig a nagysátorba, illetve szálláshelyeikre vonulnak majd vissza.